Egy cseh katona meghalt, kettő pedig megsebesült hétfőn Afganisztánban, amikor egy afgán katona megtámadta a cseh hadsereg egyik harckocsiját. A támadás az ország nyugati részén a Herát tartományban lévő Szindan támaszponton történt. A két sebesültet azonnal a Kabulhoz közeli Bagram támaszponton működő katonai kórházba szállították, életük nincs veszélyben. A támadásért a tálibok vállalták a felelősséget. Néhány napon belül ez már a második merénylet cseh katonák ellen Afganisztánban. Csütörtökön 5 cseh járőröző katona sebesült meg Bagram közelében, amikor autóbombát robbantottak harckocsijuk mellett. A tragikus események után Csehországban újra fellángolt a vita arról, hogy szükséges-e a cseh katonák részvétele a külföldi missziókban.